Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Túri Objektív című műsort látják, és a vendégünk Herceg Zsolt országgyűlési képviselő úr, akinek köszönjük, hogy eljött hozzánk, elfogadta a meghívást. Én köszönöm a meghívást, tisztelettel köszöntöm, és tisztelettel köszöntöm a nézőket is. Köszönjük szépen. Június 11-én véget ért a tavaszi ülésszak a parlamentben. Hogyan értékeli, milyen fontosabb dolgok történtek, amik említésre méltóak? Valóban így van, a tavaszi ülésszak 11-én, 6-ó 11-én fejeződött be. 9-én volt a helyhatósági Európa Parlamenti választás, és másnap már plenáris ülés volt hétfőn, és a keddi napon már be is fejeződött az ülésszak. Tulajdonképpen minden olyan döntést meghozott az országgyűlés, ami be volt tervezve, ami nagyon fontos, és az elmúlt évekhez képest eltérés, vagy változás, hogy a költségvetés elfogadása az nem most a tavaszi ülésszak végén került sorra, hanem majd az év végén. Ennek oka az, hogy a kormány kivár tulajdonképpen, és hogy meg akarják várni a novemberi Amerikai Egyesült Államokban zajló választást, ugye ez nagyban meghatározza majd a jövőnket, hiszen hogyha a republikánusok érnek el sikert, minden bizonnyal Donald Trump fog indulni a részükről, hogyha ő lesz az elnök, ő azt ígérte, hogy a lehető leghamarabb véget vet a háborúnak, és ennek azért van jelentősége, a gazdasági oldalról közelítem most meg, nyilván a háborúnak egyéb negatív katasztrofális hatásai vannak, amelyek az emberi életek elveszítését jelenti, de ami a gazdasági oldalát jelenti, vagy a gazdasági kihatását a mi országunkra is, az ugyancsak katasztrofális, káros. Az elmúlt években a háború kitörése óta ezt tapasztalhattuk, és a kormány úgy döntött, hogy megvárja az év végét, tehát megvárja az amerikai választást, és azt követően, ahogyan a kilátásaink majd akkor már mutatják azt, hogy mi várható 2025-re, akkor tárgyalja majd a költségvetést az országgyűlés. Egyébként egy picit még visszamenve az időben, a választások kapcsán annyit szeretnék elmondani, hogy egy elég kemény időszak van mögöttünk, hiszen kampányidőszak volt, és ugye 23 település, amely a választó kerületembe tartozik, ugye mindenhol rendben lezajlottak a választások. Jó néhány polgármester kolléga nem indult, ugye valaki koránál fogva, általában mindenki a koránál fogva, de van olyan is, akinek még van néhány év a nyugdíj, de közel 20 évig volt polgármester, és azt mondta, hogy köszöni szépen, de ebből elég volt, úgyhogy tőlük majd el fogok búcsúzni. Mindenkit végiglátogattam egyébként már a választásokat követően. Jó néhány településen új polgármestere lesz a településnek. Velük is megismerkedtem, akiket nem ismertem eddig, és hát biztos vagyok benne a megszerzett benyomások alapján az első találkozásunk alkalmával. Azt látom, hogy mindenki tenni akar a településéért, és hát nem utolsó sorban konstruktívan együtt szeretne működni velem. Erről állapodtunk meg, én biztosítottam mindenkit arról, hogy ahogyan csak tudom, segítem a települést, segítem a polgármester munkáját, és hát azóta is már van nem egy olyan polgármester, aki még nem lépett hivatalba, mert ugye az idei választásnak a sajátossága az is, hogy októberben lépnek majd hivatalba, akkor teszik rá az esküt, akkor kerülnek megtartásra az alapulülések, képviselőtestületek alapulülései, és onnantól kezdve lép hivatalba az új testület. Tehát van majdnem 4 hónap a választások és a hivatalba lépés között, de jó néhány településen azok a polgármesterek viszik tovább a munkát, akik korábban voltak. Úgyhogy
ez a lényeg, és hát mezőtúriként azt azért elmondom, hogy nagyon örülök annak, hogy itt nálunk Szűcs Dániel polgármester úr tudja folytatni a munkáját, még győző fölénnyel megnyerte a választást június 9-én, és hát neki is, és mindenkinek, aki mandátumot szerzett a mezőtúri képviselőtestületben, ezúton is gratulálok, és jó munkát kívánok, konstruktív együttműködést. Nyilvánvalóan nem kérdés, hogy a mezőtúri dolgokat is figyelemmel kísérem, és igyekszem segíteni, hogyha arra szükség van. Egyébként polgármester úrral heti szinten beszélünk, nem is egy alkalommal, úgyhogy kéri a segítségemet, hogyha szüksége van rá. Tehát dolgozunk tovább, ez a lényeg, és hát a tavaszi ülésszak pedig ugye akkor bezáródott. Az őszi ülésszak a szeptember 30-án kezdődik, most jelen információim ezek. Ugye előtte mindig van egy kihelyezett frakcióülés, ahol ugye a főbb dolgokat megtudjuk, elmondják az illetékesek, elsősorban a miniszterelnök úr, aztán a miniszterek, hogy milyen szakterületeken mi ilyen fejlemények várhatók, jogalkotási területen milyen politikai, szakmai célok fogalmazódnak meg majd a következő fél évben. Tehát nyilván egy kis képbehozás a képviselőknek, ez a kihelyezett frakcióül, és ez mindig két napot szokott lenni. És hát azt követően pedig akkor szeptember végén elkezdődik a parlamenti munka is, és hát ezzel párhuzamosan ezen a 23 településen is nyilván folytatom a munkámat. Térjünk rá a legfontosabb felhívásokra, ügyekre. Ugye újra pályázhatnak a 8 és 30 év közötti fiatalok a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjra. Ennek mik a kritériumai, ugye a határidő hamarosan elérkezik, miket lehet erről tudni? Annyira bonyolult és összetett, tehát nagyon sok információval kell tisztában lenni, tehát célszerű megnézni a pályázati kiírást. Egyébként néhány napja én is a Facebook oldalamon ezt közzétettem, és ott az első kommentet, ha megnézi valaki, akkor a részletek ott vannak. Onnan akár letölthető is, tehát arra az oldalra irányítja, onnan letölthető a pályázati kiírás is. Hát nagyon fontos a tehetségápolás, tehetséggondozás. Magyarország kormánya ezzel fejezte ki, hogy kiírt azt a pályázatot, a tudomány számos területe azért van, hogy nincs is időnk arra, hogy felsorolni most, de fejből nem is tudnám elmondani. Tehát célszerű megnéznie mindenkinek, akinek a fejében megszületik az, hogy esetleg benyújtaná a pályázatát, hogy alkalmas rá, különböző kritériumok vannak, és hát én biztatok mindenkit, hogy nyújtsa be, és reméljük, hogy itt innen mezőtúról is, vagy a térségünkből is majd születnek sikeres pályázatok. Én egy óriási jó dolognak tartom, visszalentérítendő támogatást kaphatnak a tudományos munkájukhoz a fiatalok. És akkor ugye július 31 a határidő. Tudomásom szerint július 31-e, tehát már nem olyan sok idő van, durván ugye két hét áll még rendelkezésre, de hogyha valaki ezt komolyan veszi, vagy érdeklődik utána, azért van még ideje arra, hogy kitöltse a pályázatot és benyújtsa a megfelelő helyen, megfelelő módon, de a pályázati kiírásban minden részletesen le van írva. Július 2-től augusztus 1-ig 800 millió forintos támogatásra pályázhatnak a vidéki cukrászdák, hát ez a határidő is hamarosan elérkezik. Erről a támogatásról mit lehet tudni? Magyarország kormánya kiemelten kezeli a kis és középvállalkozásoknak a helyzetét, és odafigyel arra, hogy segítséget nyújtson a számukra. Ugye ez volt a Covid időszak alatt is, ahol ugye ezek a vállalkozások nagyon ugye megsínlették a Covid következményeit, és hát nagyon fontos ez olyan szempontból is, hogy a vállalkozások ugye életben maradjanak, talpon maradjanak, fejlődni tudjanak, foglalkoztatni tudjanak, tehát a foglalkoztatás szempontjából is óriási jelentőséggel bír országunkban a kis és középvállalkozási szektor. Hát most a cukrászdák kerültek sorra, ha jól tudom, akkor eszközbeszerzésre lehet fordítani az elnyert visszalentérítendő pályázati forrást, ami 1 millió forint lehet. Hát ez is nyilván nagy segítség, mert hogyha valaki fejleszteni szeretné az eszközparkját, a gépparkját, akkor
akkor a kormány támogatásával ezt hatékonyan meg tudja tenni, és a hatékonyságot is tudja növelni. Ugye a gazdaságról beszélünk, a cégeinkről beszélünk, akkor mindig el kell mondani, hogy a hatékonyság kapcsán még nagyon sok feladata van a magyarországi cégeknek. Hát nyilván ezen a téren ki hol áll, tehát nem egyformák a hatékonysági mutatók, de összességében ki lehet jelenteni azt, hogy a hatékonyság növelésére nagyon nagy szükség van, hiszen a munkavállalók jobban azt várják el, hogy minél több fizetést vigyenek haza, minél jobban meg tudjanak élni, de ehhez az kell, hogy azt, amit ő hazavisz, azt a vállalkozásnak meg kell, hogy termelje, tehát abból lehet osztani, ami megteremtődik, úgyhogy nagyon fontos ilyen szempontból is, hogy a hatékonyság növelése, most nem csak a cukrászdákról beszélek természetesen, hanem minden vállalkozásról, és ahány cégvezetővel beszélek, ugye természetesen mindenütt megjelenik, és szóba kerül, amikor beszélgetünk, hogy igenis törekednek arra, hogy a hatékonyságon javítsanak, mert ez kulcskérdés, tehát ezen a téren még Nyugat-Európához képest elég jól le vagyunk maradva, de ami a hatékonyság növekedési ütemét jelenti Magyarországon, erről is már többet beszéltem, az megnyugtató, tehát ha megnézzük Nyugat-Európát, vagy számos keleti országot, Magyarországon a hatékonyság növekedésének az üteme az alapvetően a többiekhez viszonyítva rendben van, ezen az úton kell menni tovább. És ugye számos ilyen segítséget tapasztalhattunk már az elmúlt években, ugye most a cukrászdák, de korábban számos más terület kapott ilyen visszanemtérítendő támogatást, tehát a kormányzat célja az, hogy fejlődjenek, fejlesztenek, sok esetben talpon maradjanak, vagy azáltal, hogy fejleszt, úgy tudja megőrizni a versenyképességét, és a működési feltételei folyamatosan meglegyenek, ez a célja ennek a pályázatnak, úgyhogy hát mezőtökön is van jó néhány cukrász, de hát én remélem, vagy bízom benne, hogy megpróbálkoznak ezzel a pályázattal. A kibabaváró kölcsönt igényelt, milyen változás történt most a babaváró kölcsönnel kapcsolatosan? Ugye olvasható a Facebook oldalon is, hogy kitolták ugye a határidőt, tehát akinek esetleg még nem jött össze a baba, az se keseredjen el. Mit? Így van. Hát egy nagyon fontos kulcskérdés, talán az öt legfontosabb dolog között van, hogy Magyarországon minél több gyermek szülessen. Lehetőleg, hogy csökken a lakosságszám. Ez az úgynevezett termékenységi ráta az utóbbi években ugye durván 1,2-ről fölment 1,6-re, de hát az ideális az az, hogyha 2 fölött lenne, mert akkor reprodukáljuk önmagunkat. Tehát több gyermeknek kellene születnie, mint ahányan meghalnak. Hát ettől még elég jó messze vagyunk. Az elmúlt években, aki figyelte a kormány ez irányú tevékenységét, tehát a családtámogatások területére gondolok, az azt láthatta, hogy számos területen, tehát nem is tudom, meddig tartanak felsorolni, hogy mennyi féle családtámogatási eszközt, új intézkedést vezetett be a kormány. Ez most azoknak a családoknak a védelmére jött létre, ez az intézkedés, akik ugye gyermeket vállaltak, hitelt vettek fel, de nem realizálódott a tervük, tehát a várvárt gyermek nem született meg, és ők most 2 év haladékot kapnak a visszafizetésre, illetve arra, hogy reményeink szerint nem vissza kell fizetni a felvett hitelt, hanem megszületnek a várvárt gyermekek, és ebben az esetben akkor nem kell visszafizetni, vagy kevesebbet kell visszafizetni nyilván a szabályoknak megfelelően. És itt nem az a célja, nem azt várja senki, hogy visszafizessék ezek a családok, akik egyébként több tízezer családot érint összességében ez az intézkedés, hanem az a cél, hogy megszülessenek a gyermekek, és aki gyermeket szeretne, biztos vagyok benne, hogy megpróbál mindent, hogy megszülethessen. Hogy megszülethessenek azok a gyermekek, akiket várnak és mindent elkövetnek. Ez alatt azt értem, hogy ha természetes módon nem sikerül, akkor vannak erre különböző programok, lobbik program egyéb, olyanban részt vesznek, ahol előbb-utóbb a többségnek sikerül, úgyhogy ebben bízom én is, és szurkolok mindenkinek, hogy aki gyermeket szeretne, az,
az egészségesen tudja világra hozni, és egészségesen tudja nevelni majd a gyermeket, és legyen minél többen a magyarság, szaporodjon ez a cél. Július 1-től elindult az otthonfelújítási támogatás, erről mit tud elmondani, képviselő úr? Hát ez is egy nagyszerű dolog, hiszen nagyon sokan önerőből azt nem tudják megvalósítani. Ezután is szép példákat láthatunk az ingatlan felújítások kapcsán. Nagyon sokan megpróbálják, hiszen felelősen gondolkodnak, vesznek egy régi házat, vagy megörökölték a velődeiktől azt az ingatlant, amelyben laknak, és hát bizony egyszer eljön az idő, amikor ugye energetikai szempontból, építészeti szempontból is korszerűsíteni, felújítani szükséges ezt az ingatlant. Ehhez nyújt segítséget ez a program, itt ugye egy energetikai célú felújításról beszélünk. Itt is az a lényeg, hogy a családok költsége az minél a lakhatási költség, a rezsiköltség az minél jobban lecsökkenjen, és hát ez is egy óriási segítség azoknak a családoknak, akiknek ilyen céljaik vannak, és ezt el szeretnék érni. Én biztos vagyok benne, hogy a következő évek erről fognak szólni, hogy most ez a pályázat majd kifut. Ugye ezzel párhuzamosan van még számos más egyéb, ugye energia, tehát napelem program, akkumulátorral együtt. És számos olyan, amely ugye azt a célt szolgálja, hogy ugyanúgy, ahogy az ország törekszik arra, ugye a kormány által, hogy az energia kitettségünket, azt az energia ár, magas áraknak való kitettségünket csökkentse, tehát minél kevesebb energiát használjunk fel, ez az állami területre igaz, de igaz a családi házak esetében is, hogy nyilvánvalóan sokkal jobban jár, hogyha 10-20, akár 30 ezer forintot meg tud spórolni egy család az energia felhasználása terén havi szinten. Mindenki egyébként az energia árrobbanást követően, amikor ugye bele kellett nyúlni a rezsitámogatási rendszerbe, bevezették ezeket a limiteket az elektromos energiánál, illetve a földgáznál is, ugye mindenki elkezdett azért takarékoskodni, ami nagyon helyes, mert ugye az ökológiai lábnyomunk annál mélyebb, vagy annál károsabb, hogyha minél több energiát használunk föl, tehát az alapvetően helyes, hogyha a takarékoskodnak a családok is, a cégekkel együtt természetesen, de ennek egy hatékony eszköze lehet, hogyha egy ingatlan energetikailag megújul, és sokkal magasabb szintre kerül, sokkal magasabb besorolási szintre kerül energetikai értelemben, tehát ez is egy óriási pozitív dolog. És amire mondtam, hogy biztos vagyok benne, hogy ezek a pályázatok szerintem folyamatosan lesznek majd a következő években, és a cél az, hogy lehetőleg néhány éven belül, mondjuk 10 éven belül lehető legtöbb ingatlan felújításra kerüljön. Én nagyon várom már a lakótelepekre vonatkozó programot is. Erről lehet hallani, hogy gondolkoznak a bevezetésén. Hát nyilván ehhez is óriási mennyiségű forrás kell, de itt Mezőtúron is azért jó néhány társasházra, emeletes házra ráférne az energetikai korszerűsítés, és akkor ott van a 21-es épület az ifjúsági lakótelepen, ami egy botrányos körülmények között ugye meghiúsult, vagy még fél útig se jutott a felújítás, tehát azt is jó lenne már nem ilyen állapotban látni ezt az épületet, hanem befejezett szép, megújult, hőszigetelt homlokzattal. Úgyhogy én bízom benne, hogy a panelek is előbb-utóbb felújításra kerülhetnek majd pályázati segítséggel. Ugye már több esetben is segített, sőt volt, hogy életet mentett a gondos óra program, és tudni lehet, hogy új szolgáltatásokkal bővült ez a program, milyen szolgáltatásokról van szó. Így van, ez is egy nagyon nagy dolog, a gondos órának a bevezetése. Sok esetben már életet mentett az elmúlt hónapokban. Ugye erről sokat lehet hallani, olvasni, és nagyon sokan igényelték is, itt Mezőtúron is nagyon sokan igénybe vették ezt a szolgáltatást. Most arról van szó, ez is a Facebook oldalamon ugye hírelve lett, hogy letölthető egy applikáció, egy gondos óra applikáció, amelynek a segítségével a hozzátartozók is a
az időskorú polgárainak, a gyermekei, unokái, rokonai értesítést kaphatnak, hogyha bármi probléma történik, és hogyha mondjuk helyben vannak, ez alatt azt értem, hogy az időskorú polgár is mezőtúrról lakik, és a rokon is itt van, akkor gyorsan oda tud menni hozzá, meg tudja nézni, hogy milyen baj történt, esetleg téves riasztás, vagy fel tudja hívni, ha nem érhető el, akkor oda tud menni a lakására, a házába, és meg tudja nézni, tehát ez mindenképpen egy pozitív előrelépés a gondos óra program terén, ennek az applikációnak a bevezetése, és hát ezúttal is arra kérek mindenkit, biztatok mindenkit, hogy aki még eddig nem vette igénybe, az vegye igénybe, tényleg jól jöhet. Most napjainkban is extrém időjárás van, nagyon meleg van. Itt ugye az időskorúak a leginkább kitettek, veszélyeztetettek az extrém hőhatása által. Elég egy megszédülés, elesik, elveszíti az eszméletét, és ha rajta van a gondos óra, akkor már az esést is jelzi a megfelelő helyre, a diszpécser központba. De ha az applikációt valaki letölti, akkor jelzést kap ő is. Tehát ez a fontossága. Tehát vigyázzunk, figyeljünk oda a szeretteinkre, az idősekre is, és ezt én nagyszerű dolognak tartom. Úgyhogy tényleg biztatok mindenkit, hogy vegye igénybe a gondos órát is, és a rokonokat pedig arra, hogy töltsék le az applikációt. Hát így a sok-sok intézkedés és munka mellett, hogy telik képviselő úrnak a nyara, milyen programok várják esetleg, ha meg lehet ezt kérdezni így a nyár további részében, mielőtt még a őszi ülésszak meg nem kezdődik? Természetesen, hát itt dolgozunk most jelen pillanatban. Ugye nekünk inkább a szabadság időszaka az augusztusra tolódik, tehát akkor fogunk elmenni nyaralni egy hétre a családommal, és hát azon kívül pedig különböző pihenőnapokat időnként azt azért beiktatunk. Most ebben a nagy melegben is egy kicsikét, tehát nem annyira hajtósra veszük a napokat, tehát nem olyan napokat tervezünk, hogy reggeltől estig. Most is vannak programok, települések, rendezvények. Most is például majd Tiszaföldvárra megyek tárgyalni, tehát dolgozunk, de nem olyan feszített tempóban, mint általában. Hát majd ez így megy még ebben a hónapban, júliusban, augusztusban, aztán szabadság. Nyilván nem az egész hónapot értem ez alatt, hanem ugye ezt a durván egy-két hetet, és aztán pedig, amikor már az időjárás is normalizálódik, akkor egy kicsikét azért visszatérünk az eredeti fokozatba, még a parlamenti időszak előtt. Jócskán vannak megkeresések, nagyon sokan keresnek e-mailben a problémájaikkal, ezek magánszemélyek, cégek, önkormányzatok, polgármesterek hívnak, hogy segítsek különböző problémás dolgokat elintézni. Ugye itt van például a TOP Plus rendszere, ezeknek a projekteknek a megvalósítási időszakában vagyunk. Nagyon sok építkezés, fejlesztés van, és hát aki építkezik, fejleszt, a számos problémával találja magát szemben. És hát ezekhez sokszor úgy gondolják, hogy én is szükséges vagyok, tehát segítséget kérnek tőlem, az illetékes minisztériummal egyeztetni, vagy az illetékes közszolgáltatóval egyeztetni. Úgyhogy ilyen sokrétű a feladat. Úgyhogy ezeket szépen a kollégáimmal csináljuk. És a pihenés döntő része az augusztusra várható, hát szeptember 30-tól már aztán a kettős üzem, tehát parlament és a 23 település itt a választókerületben, ugye ez lesz majd ahogyan szoktuk csinálni, és hát a parlament várhatóan, én arra számítok, hogy egészen karácsony előttig fog tartani, és azzal fogjuk zárni, hogy a 2025 évi költségvetést majd minden bizonyosan el fogjuk fogadni. Úgyhogy ez az év hátra lévő része. Hát a további történésekről úgyis fogjuk majd tájékoztatni a kedves nézőket. Köszönjük szépen, hogy befáradt ide stúdiónkba képviselőre, és jó pihenést kívánunk majd a sok munka mellett. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a megtisztelő meghívást, természetesen jövök máskor is nagyon szívesen, és hát önöknek is szép nyarat kívánok, és azért pihenjenek önök is. Köszönjük szépen, és köszönjük a kedves nézőknek is, hogy velünk tartottak, nézzenek minket máskor is, viszontlátásra.